Egy 20 éves hölgyet választottak Újpest legszebbévé a városnapokon. Zsófia színpadon határozott, erős ellenfélnek bizonyult a többi versenyzővel szemben. Mi azonban kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyenek a szépség hétköznapjai. 14-es rajtszámban Gabay Zsófia. Gabay Zsófia nyerte. Nagy-nagy tapsot kérünk, a szalag, a korona és a virágcsokor mellé természetesen. Zsófi egy évig képviselheti és népszerűsítheti Újpestet. Csillogó szemei és kedves mosolya plakátokról, prospektusokról köszön majd vissza. Az alig 20 éves lány nagyon büszke, de a hétköznapjai ugyanolyanok, mint bármely más fiatalé. Az egyik szenvedélye Anglia, ugyanis ott kezdte az általános iskolát, 4 évig élt kint családjával. Szobájában még egy London sarok is van. Hát én nagyon szeretem ezeket a képeket nézegetni, mert tényleg imádtam kint élni, és az osztályomat is. Nagyon jó kis osztályközösség voltunk. Kint mindenféle ember megtalálható egy közösségben, és ők nagyon jól befogadtak engem, aminek én nagyon örültem. És tényleg rossz volt őket otthagyni, és ezt a búcsúajándékot kaptam az egyik osztálytársnőmtől. Ez egy londoni taxi. Bár már lassan 10 éve hazaköltöztek, nem titkolt szándéka, hogy visszatér Londonba, legalább látogatóba. Újpesten a két tannyelvű iskolában végzett, most pedig idegenforgalmi szakmenedzser szakon folytatja a tanulást. Imádok jönni, menni, meg tényleg intézkedni. Szeretnék később egy ilyen rendezvényszervező céget létrehozni, amit ugye én szeretnék vezetni. A törékenynek tűnő mosolygós lány elképzelései tehát igencsak határozottak, nem csak a jövőt, de a jelent, sőt a múltat is alaposan átgondolja, mondhatni átolvassa. A kedvenc olvasmányai bizony a valóságról szólnak. Fiatalokról szólnak, szerelemről, meg párkapcsolatról, de mostanában már inkább az olyat szeretem, amiből így tudok egy kicsit tanulni, meg a férfiakról szól, meg az életről. Romantikus lelkét a szobája is tükrözi, minden lakónak van egy története. Volt egy kiskoromban évekig egy ilyen lila csíkos vízilovam, amiben én kis gyöngyök voltak, de szegényként kiszakadt, és nagyon sírtam utána, és azért az anyukám még vettek nekem még egyet, de hát az sajnos már csak ilyen kis puha, kis aranyos, de hát azt kárpótlásként kaptam, hogy a másik szétment. A fiatal lány szívesen segít otthon, amikor csak ideje engedi. Egyáltalán nem érzi magát elveszettnek például a konyhában. A virágokban pedig igazán örömét leli. Hát a tulipánt nagyon szeretem. Még telefonálni is ide a virágos erkélyre vonul, amikor jó idő van. Este zumba után majd találkozunk? Az egyik legfontosabb hobbi egyben fitten tartás, a tánc, a hip-hop és a zumba. Zsófi erőnlétéről azonban egy különleges családtag is nagyon szívesen gondoskodik. Nabu, a több mint 50 kilós kutyus bizony, képes 3,5-4 órát is sétálni egyetlen nap alatt. Sétál egyszer reggel, most már délbe is velem, meg 3-kor is velem, meg este még az apukámmal, meg a bátyámmal. Nabu szintén Londonhoz kötődik, na nem szó szerint, de a házi kedvenc egy kicsit pótolja az Angliában hagyott barátokat. Akkor vettük, amikor hazaértünk Londonba. Mindenképpen szerettünk volna egy házi állatot. Anyu picit szeretett volna, de apu azt mondta, hogy ha már kutyát veszünk, akkor legyen is kutya. A ma már családtagnak számító Nabu szívesen lófrál a szabadban, de egyetlen percre sem hagyja magára imádott gazdiát. Addig is figyel ránk, míg Zsófi arról mesél, hogy nem is az ő, hanem az anyukája ötlete volt az Újpest arca választás. Úgy voltam vele, hogy hát tényleg, hogy belefér az időmbe, és akkor lássuk, hogy mi lesz belőle. És még az elején rám is lett szólva bent a válogatásokon, hogy ha tényleg azzal szeretnék foglalkozni, akkor vegyem egy kicsit komolyabban. És így átgondoltam a helyzetet, és utána rájöttem, hogy tényleg nem is lenne ez olyan rossz, és érdekelne is az egész. Zsófinak kihívás és kellemes időtöltés is volt a felkészülés, sőt a próbákon nem csak a színpadi mozgást, beszédet és táncot gyakorolták, hanem azt is megtanulta, hogyan kell az örökké nőies tűsarkúban járni. Én eddig csak buliba jártam, ugye magasarkúban, és az is ilyen 10 percekig,
mert utána elkezdett fájni a lábam, de belejöttünk és nagyon élveztük, nagyon jó volt a tánctanár is, nagyon jó kis hangulat volt, szóval élveztük nagyon. Ma pedig már izgatottan várja új feladatait, melyekkel megmutathatja mosolyát az újpestieknek, és ki tudja, talán az egész országnak.